Mondták erre a kampányra, hogy ez minden idők legdurvább kampánya, az volt egyébként? Szerintem bizonyos értelemben nem, mert van itt egy nagyon fontos választóvonal. Szóval, hogyha magát bárki név nélkül, arc nélkül, ami lehetetlen dologgal vádolja, az mocskos dolog, ugye? Ha. Volt ilyen ebben a kampányban, az a mocskos része. De azért itt volt egy-két történet. Hát sajnálom, azt kell mondjam, kormánypárti és nem kormánypárti oldalon is, ennek legalábbis úgy tűnik, hogy mocskos ügyek, de igaz ügyek. Tehát ilyenkor nem a kampány mocskos, hanem mocskos az az élet, amit egyik vagy másik politikus csinál, és annak még helye van, hogy megtudják a választók. Igen, de miért most tudjuk meg? Tehát nem úgy lenne ez normális, hogy ezek az ügyek folyamatosan kiderülnek, és akkor minden egyes kör végén a választók ezen információk birtokában nyugodtan választhatnak? Hát rossz hírem van. Az ügyek jelentős része egyébként korábban már kiderült. Borkai Zsoltról az, hogy áron alul meg felvásárolt földeknél segítkezett abban, hogy utána milliárdosra hasznot hajtsanak, hogy közbeszerzéseken haverokat hozott előtérben. Ez nem most derült ki. Ugye ez évek óta közszájon forog. Hogy mi kell ahhoz, hogy valami átüsse az emberek inger küszöbét? Lehet, hogy nem a modernkor, lehet, hogy 2000 évvel ezelőtt is már kellett hozzá valami izgalmasabb, valami intimebb történet. És itt ebben az egész ügyben azt hiszem, hogy a legszörnyűbb és legmocskosabb dolog az, hogy beleláttunk abba, hogy hogyan költik el a közpénzt, és hogy milyen életet élnek, miközben ettől szöges ellentétet mondanak. Lesz ennek egyébként következménye önök szerint? Nagyon sokszor láttunk, mert elég nagy tényfeltáró munkákat korrupciós ügyekben is, akár vagy más ügyekben is, de valahogy mindig az az ember érzése, hogy így is vége lesz a választásnak, lesz, ami lesz, és aztán semmi. A Borkai ügy a tekintetben különleges, és ezt komolyan gondolom, hát ki tudja, hogy igazam van-e persze, mert el fog dőlni, hogy itt nagyon sok százezer ember azzal szembesült benne, nagyon tisztességes, fideszes szavazók. Az angyalát neki, hát persze tudtam, hogy lopnak. De ezek ilyen helyes keresztény gyerekek, vigyáznak a családra, építik a nemzetet, stb. Nézzük azt el nekik, mert ez a pénz úgyis a közösbe jön. Tehát ez bizonyos értelemben ennek a közös hitnek a szívét találja el. Ha igazam van, akkor meg fog látszani a választási eredményen, és nem fog befejeződni. Ez akkor a Fidesz vaterlójának a kezdete lehet. De meglátjuk, szóval kétségtelen a választók lelkébe belelátni, hát az igen nagy művészet, én meg nem mondom magamat művésznek. Jó, pedig ez a kötelező utolsó kérdés, hogy mit tippelnek ma estére, ki fog ma örülni? Melyik ők mondja? Hát én nagyon bízom benne, hogy számos várost és falut vissza tudunk hódítani a Fidesztől, és ez egy óriási nagy lépés lenne előre a NER rendszerének a lebontásában. Miközben hát tisztességtelen eszközökkel élt a Fidesz. Hát nézzünk körbe a városba fideszes plakátokkal, a tévé és rádió hirdetésekkel, hogy elnémították az ellenzéket. Hát ez a választás ez minden volt, csak nem szabad. És nagyon remélem, hogy ennek ellenére komoly lépést teszünk előre. Szóval, nézze, vissza fogunk venni városokat és kerületeket. Hogy mennyit? 5-5-e vagy 20-at? Ezt tényleg nem tudjuk. 14-hez képest az nagyjából világos lesz, hogy ennek a fajta együttműködésnek, LMP-től Jobbikig, nincs alternatívája, hogy az első próba az átütő lesz-e, vagy csak előrébb lépünk egyet. Ezt nincs ember, aki meg tudja mondani, de amikor lesznek összesített adataik, és hát lesznek, akkor nagyjából 14-hez képest azt mondhatjuk, hogy viszonylag nyugodtan, oké, most akkor egy párat előre mentünk. Nem hiszem, hogy van bármilyen más ellenzék együttműködési stratégia, amit ezzel szemben lehet állítani. Én nem hiszek azoknak, akik azt mondják, hogy ha most nem nyer Gergő, vagy nincsen ez meg az, akkor az ellenzék véleges bajban van. Egy csodát, 22-re egy egységes, nagy, közös ellenzéki alternatívát kell állítani, egy közös miniszterelnök jelöltel, egy közös listával, és minden választókerületben egy-egy kihívóval. Nagyon szépen köszönjük.